Atya Isten, Molly a slime-ban. Na hát már csak ez hiányzott. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Mielőtt még elkezdenénk a videót, van egy nagyon jó hírünk nektek. Hamarosan nyílik egy fantasztikus játékbolt a Párizsi udvarban, itt Budapesten, egy játéksziget játékbolt, ahol velünk is találkozhattok a megnyitón. Pár héten belül lesz a megnyitó, még mi sem tudjuk a pontos időpontot, de ahogy meg lesz, ide letesszük a videó alá, sőt minden elképzelhető felületen megosztjuk majd veletek, tehát az Instagramon, itt a YouTube-on, Facebookon is, mindenhol. Tehát valahol belebotlatok az információba. Szóval az a lényeg, hogy ennek a játékboltnak a megnyitóján mi is ott leszünk, csinálunk egy óriási slime-ot, amiben már a készítés folyamatában bele tudtok kvázi, hogy is mondjam, nyúlni, vagy avatkozni, tehát bele lehet nyúlni és gyúrogatni, és természetesen, amikor elkészül, akkor szétosztjuk. Úgy, ahogy minden slime show végén szoktuk, szétosztjuk a slime-ot, hogy haza tudjátok vinni, és otthon is tudjátok vele játszani. Szóval még egyszer, itt Budapesten a Párizsi udvarban nyílik ez a játéksziget játékbolt, a Ferenciek tere 10-es szám alatt. Ott tudtok velünk találkozni hamarosan. Sziasztok! Hát üdvözlünk mindenkit, itt van velünk Csenge. Szia, Csenge! Sziasztok! Most először van itt Cseni, és méghozzá azért érkezett hozzánk, mert szeretne megtanulni slime-ozni. Láthatjátok előttünk ezt a három bödönt, mi már előkészültünk. Úgy gondoljuk, hogy Cseni a legjobb helyre jött, hogyha szeretne megtanulni slime-ot készíteni. Csak hogy nem olyan egyszerű ám ez a dolog, illetve egyszerű a slime készítés, Cseni, csak mi egy picit megviccelünk téged. És nem olyan egyszerűen csak odaadjuk neked az alapanyagokat, és megmutatjuk, hogy hogy keverd össze, hanem elrejtjük az alapanyagokat. Először is, több helyszínen, ráadásul a lakásban. Először ebben a három bödönkében feloldunk ilyen jelly buffot. Te miért választottál, Csenikém? Illatosan. Csenié illatos lesz még hozzá, talán valami tutti frutti illatú. Atya Isten! Az enyém csillogós lesz, Mollikáé. Az enyém pedig szivátos. Ugyan. És azért van szükség erre a jelly buffra, hogy ne lehessen látni, hogy a vízben, illetve hát majd zselében hol vannak az alapanyagok. És akkor tudjátok, a szokásos módon, ahogy már megszokhattátok, majd így beletúrunk mind a hárman, és megpróbálunk alapanyagot keresni. De még mindig nem ért véget a dolog, mert olyanokat is fogunk beletenni, ami nem való a slime-ba egyáltalán. És a Csenének el kell dönteni, hogy az való, vagy nem való a slime-ba. Azt mondja Cseni, ő még soha nem csinált slime-ot, tehát lehet, hogy tök könnyedén meg tudjuk viccelni. Cseni, na jó. Beleteszünk egy fogkrémet, vagy valami. Bár abból is lehet, de nem olyat, amilyen mi szoktunk. Csenikém, na jó. Első lépésként a lányok bekeverik ezt a három klassz kis zselét, és utána én, hogy ők ne lássák, elrejtem bennük ezeket az alapanyagokat. A lányok ügyesen megtöltötték ezeket a kis bödönöket, hát most jön a nagyon érdekes pillanat, amikor is beleszórjuk ezt a port, amiből zselé lesz, mindenki a maga kis bödönjébe, tehát tiéd illatos, ó, isteni illata van, az enyémnek is jó illata van, de csillámos, Monikájé pedig. Is, ez pedig szimbátos. Na kérem, na lányok, akkor kezdhetjük szórni. Na lányok, akkor keverjük össze. Ide nézd! Neked is tiszta zselés, Csemi! De klassz! És csillog! A tiéd is! Bocsánat! Na gyerekek! Ez klassz, igaz? Ez lesz az a zselé majd, amit most egy picit állni hagyunk. Akkor jól megszívja magát vízzel, és
Oda nézz, a Cseni milyen jól fejlődik már. De klassz, igaz Cseni? Milyen benne turkál, jó érzés, igaz? Jó. Nagyon klassz. Nézd meg a Cseni milyen jó, az teljesen összeáll. Az hogy? A Cseni szűzkéz, látod? Ő még nem szlájmozott, tessék. Aki először csinálja, az ilyen szerencsés. Picit most itt hagyjuk, illetve ti turkálhatok, ha akartok. Megvárjuk, amíg megszívja magát ez a zselépor vízzel. És teljesen olyan lesz, mint a Cseni. És akkor jövök én, és elrejtem benne a holmikat. Oké, lányok? Na nézzük. Akkor most enyém a terep, elrejtek benne néhány tárgyat. Már néhány benne van egyébként. Még egy ilyen glitteres ragasztó. Kontaktlencse folyadék. Ez jó lesz, könnyű lesz majd megtalálni, mert jó nagy. Jó, hát ez az enyém, persze, tudom én, de hát azért a móka kedvére az enyémbe is rejtek. Festék. Úgy. Festék. Csenéjébe is. Ide, jó? Oké. Okay. Glitteres festék. Ez meg ide. Na jó. A nagy része már benne van, úgyhogy akkor szólok. Ez följön a tetejéről. Na majd lenyomkodom. Lányok, jöhettek! Elrejtettem mindent! Hát itt vagyunk, itt vannak a lányok is. Én ülök, mert különben kilóg a fejem a képből, de... Na lányok! Készen vagyunk? Igen. Akkor minél előbb megtalálja valaki az összes elrejtett tárgyat, persze csak olyat, ami belevaló Csenike, az a győztes. Na gyerünk, mehet! 1, 2, 3! Hol van? Hol? De tettél bele egyáltalán? Hát tettem be. Jaj, én találtam valamit. Ha. Én is. Ez mi? Ez mi ez? Tusfürdő! Tettem bele. Ez egy szempillas. Na kell bele szempillas pirál, vagy nem Csenike? Nem. Nem kell, ugye? Tusfürdő. Ebben most tusfürdő se kell, úgyhogy ez nem. Hoppik. Találtam dezodort. Dezodort kell? Nem kell. Találtam egy nyelvtisztítót. Borotva hab? Igen, kell. Az kell bele, ügyes Csenike. Találtam egy nyelvtisztítót. Tudja, nyelvtisztító kell bele? Dehogy is. Találtam festéket, és ez attól függ, hogy milyen színűre. Találtam ilyen vigyuszkát. Ügyes lány ez a Cseni, azért már elődolgozott, már előre tanult valamit, hogy hogy készül ez a szlány. Glitteres ragasztó. Ez pedig akrilfesték, ez is kell lenni. Na gyerünk lányok, versen! Ki találja meg hamarabb? Szerintem festék, kell. Akrilfesték. Találtam bele csillámport, az én találtam valamit, ez is csillámport, ez is kell. Találtam kettő valami csillámport. Ételfesték. Hú, de szépen megszínezi tetejét pirosra. Ez is ez. Az csillám, ilyen glitter, vagy mi ez, ilyen flitter. Na kell-e bele, Csenike, flitter. Találtam. Kell bizony. Festék, akrilfesték, szuper, ez is kell bele. Csillámport. Menjünk tovább. Nekem találtam nincs egy flitter, találtam. De van valami. Cseni, flitter kell bele? Igen. Jó. Csillám, csillámport, kell bele. Hát nem hiszem, hogy... Nincs már több nekem. Na mi van lányok? Étel színezik? Kell. Nem. Flekke? Vagy mi? Glitter? Vagy mi ez? Csillámpor! Glitter, csillámpor. Belekönyökölhetek? Belehát. Ragasztó, nem hiszem, hogy kell bele. Szikszalag! Fogkefe, gyerekek, kell bele fogkefe? Nem. Nem kell bele fogkefe. Találtam. Na nézzük, kontaktlencse folyadékot kell bele? Kontaktlencse. Az lehet, hogy kell. Így van. Csillámpor. Csillámpor. Nekem? Van még valami glitter, oh, vagy mi ez? Ragasztó, glitteres ragasztó. Találtam fogkrémet. Úristen, mennyi minden van ebben. Igen, találtam fogkrémet. Csenni kell vele fogkrém. Nekem már nincs benne több. Na az enyém az üres, úgy tűnik, hogy az enyémben is. Csenni, az is ragasztó, ilyen glitteres ragasztó. Szuper! Na Csenikém, van-e még valami? Hát, te bödönödben. Nem hiszem, de keresgélj találtam, még. Találtam. Mit találtál? Egy fogkefét. Na kell-e bele fogkefe, Cseni? Na. Nem kell. Ügyes. Mollika, neked van-e még valami? Találtam egy akril festéket. Akril. Az kellhet bele éppenséggel, majd eldöntjük. Na Csenike, van-e találtam valami? Találtam. Akril. Akril festéket. Szuper jó. Na lányok, van-e még valami? Nekem. Na nézelődjetek. Lehetem kettő. Hűha. Csillámpor. Csillámporból jól állunk, gyerekek. Van egy tonna. Nincs más, cicám? Nincs több. Nincs több. Nagyon jó. Na azt hiszem, hogy ezzel végeztünk. A lányok ügyesen megkerestek mindent ezekbe a gyönyörű színes trutyikba. De még csak a fele van meg a dolgoknak. Most átmegyünk, gyerekek, a fürdőszobába. Oh. És ott is a kádhoz, ugyanis a második felét a hozzávalóknak a kádban kell megkeresni, lányok, és mivel nem kézzel, hanem... Lábbal. Lábbal! Bizonyám. Úgyhogy a lányok a kád szélére ülnek, és a lábbal kell majd kitapogatniuk
a slime-ban, a kádnyi slime-ban a többi hozzávalót. Na ez érdekes lesz, menjünk! Na itt vannak mögöttem a lányok, hello csajok! Most ők lesznek a főszereplők. Ebből a kádnyi vízből, ami itt van, slime lesz. Olyan slime, amit porból állítunk elő, tehát az előbb ugye kint zselét állítottunk elő, ilyen zselés slime-ot, ez igazi nyúlós, ez a nyálkás slime lesz, amit most megcsinálnak a lányok. Na kislányaim, készen álltok? Igen. Szuper, mind a kettőtök kezében ez a zacskós slime por. Nagyon jó illata van. Szuper, na jól van, akkor szórjátok bele a vízbe. De csak oda, én meg lesz van. Ez az, kétszínű legyen. De szép! Ez egyik oldalra csak Csenike, Molly meg a másikra. Ú, de ügyesek vagytok, pont a felénél van a választóvonal. Igen? Igen. Alakul a buli? Nagyon. Hát ez még most olyan, mint egy jóféle mocsár, nem lányok? Eléggé furcsán néz ki, de hát ez benne a móka. Keverjétek össze nyugodtan, nem baj, ha összekeveredik. Szlájmosodik? Kezd nyúlni. Igen. Na lánykáim, hát ebben a slime-ban nem sok titok marad, mert minden feljött a tetejére, úgyhogy én hiába rejtettem el benne itt a különböző dolgokat. Hát ez egyébként olyan, mint hogyha vörös borban ülnétek. Közben egy emeletten lejjebb jöttek a lányok. Bele ne csúszhatok azért. Na, de közben mi van a kezetekben? Ilyen pattogós. Ilyen pattogós slime-szerű valami. Kipróbáljuk, hogy beleszórjátok? Na, mehet. Nagyon jó. Na jó, hát azt a célt nem értük el vele, hogy meg lehessen benne keresni ezeket a kis ragasztókat, meg csillámokat, mert ugye mindent kidobott magából ez a slime fürdő. De azért jó móka, igaz, csajok? Nagyon. Beleülhetünk? Bele akartak ülni? Úristen, Jenny. Na gyerünk, lányok. Hát, ti tudjátok. Ez jó móka lesz. Jó. Tiszta slime, hát ez a lényeg. Emeljétek ki, hogy ez milyen. Ez a slime fürdő, ez ilyen nyúlós. Tök jó. Júj. Mollikám, ez komoly? Atyaisten, Molly a slime-ban. Na hát már csak ez hiányzott. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Szegény Csenikén, belemegy a gatyádba. Nem majd utána... Utána lezuhanyoztok. De hát ebben ez a lényeg, gyerekek, hogy slime fürdő. Ezt erre találták ki, hogy beleszólja az ember a fürdőkádba, és utána belefürödjön ebbe a nyálkába. Tök jó. De jó, ez nagyon jó, ilyen nyálka húzódik össze-vissza, tök jó. Na azért lassan válogassátok ki belőle a slime alapanyagokat. Jó. Az micsoda, Csenikém? Borotvahab. Jó, az kell, ugye? Tedd oda ki oldalra, cicám. Borotvahab kell. Na nézzük, mi van még ott. Van mindenféle csillám. Akril festék. Az is kell, azt is tegyétek oda. Akril kell. És minden kicsúszik a kezemben. Hát igen, mint egy hal. Az mi, Csenikém, az a nagy doboz? Ez valami krém, de szerintem hát krém. Ez testradír, kell. Ez testradír, az nem igazán kell egy slime-ba. Azt tuti, hogy nem. Mit találtok még? Olaj. Igen, ez ilyen testolaj, az se kell. Vagy masszázsolaj, az se kell. Találtam csillámos ragasztót, az kellhet. Az kellhet, kell így van. Na, mi van ott még? Van még ilyen tusfürdő. Igen, tusfürdő. Tusfürdő? Hát éppen az is kellhet, bár ebben a mostaniban nem fog kelleni. Van még egy csillámos ragasztó, meg van itt egy ilyen akrilfesték. Akrilfesték. Na jó, hát végül is kiválogattátok. Van-e még benne valami, kislányaim? Igen. Az micsoda slime. Na drágáim, most már kijöhettek a kádból, mert most már mindent megtaláltatok. A felét kint az asztalon találták meg a zselében, a másik felét pedig itt ebben a slime fürdőben. Úristen, Mollikám, mit csinálsz? Így kell slime fürdőzni. Így bizony, így kell slime fürdőzni. Már te is slime fürdőzöl, Csenike, mert ha akartad, ha nem, most már benne ülsz. Most jön az oktatás. Molly megtanítja Csenit slime-ozni. Szóval, Cseni, az első lépés, hogy tegyél bele valamennyi ragasztó, szerintem a felét. Nyugodtan, bátran, nem baj, ha kicsit több megy bele. Következő akrilfesték, abból annyit teszel, amennyit szeretnél. Cseni, most szerintem tegyél bele csillámot. Ah, igen.
pedig keverd össze. Most aktiváld mosószerrel. Ó, de klassz, látod, Csenikém, már is slime lett belőle. Asztal, ez nagyon jó lett. Hú, de jó, ez tényleg összeállt. Hú, nagyon jó lett, Csenikém, első slime-od, nagyon klassz. És hogyha szeretnéd, tehetünk bele borotvahabot, hogy habos legyen. Na milyen tanítvány a Cseni Mollikám, nagyon szerintem? Jó. Nagyon ügyesen csinálja. Ez az, Csenikém, ez a legjobb rész, nem? Mikor így lehet benne turkálni a borotvahabban. Ez az első slime, amit én készítettem, és nagyon örülök neki. Így a videó végén még egyszer elmondjuk, tehát a fontos információt a Játéksziget legújabb játékboltjának megnyitójáról, ami a Párizsi udvarban nyílik itt Budapesten, a Ferenciek tere 10-es szám alatt. Ezen a megnyitón nagyon-nagyon sok móka lesz, mi az egyik műsorszám leszünk, csinálunk egy óriási slime-ot, amit a végén, amikor elkészült, természetesen megosztunk veletek is. Hogy pontosan mikor lesz a játékbolt megnyitója, azt meg fogjuk osztani veletek, pár héten belül lesz egyébként, még nincs meg a pontos időpont. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, és legyen nagyon-nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok.